Új szponzorral bővült az Egri Vízi Labdaklub támogatói listája. Egy miskolci automárka kereskedés cég jóvoltából 4 járművet kapott az Egyesület. Mivel jó tapasztalataink vannak a sporttámogatásban, közel 60 autónk van futballba, jégkorongba, vízilabdába, és ez jellemzően Miskolc és Borsod megyében. Így úgy döntöttünk, hogy Egerbe is megpróbáljuk a sportszponzorációval a hírünket vinni. A 4 autó egyikét az Európa-bajnok aranyérmes Hosnyánszky Norbert használhatja majd, aki egyben átvette az Egri Vízilabdaklub kiválósága elismerést. Nagyon jó érzés mindig egy világversenyen aranyérmet szerezni, főleg úgy, hogy ez az egy hiányzott már csak a vitrínből, úgymond. De mindenek felett igazából óriási élmény volt, hogy ezt hazai közönség előtt tudtuk elérni. Szécsi Zoltán, az Egri Vízilabdaklub ügyvezető elnöke elmondta, büszke az eddigi eredményekre, ezért is választottak egy olyan céget, ami méltó az Egri Vízilabda nevéhez. A klub a idézőjeles főbérlője a járműveknek. Mindig az éppen aktuális, emblematikus egyéniségeink kapják, akik úgy gondolom, hogy mind a két emblémára méltóak, és mind a két emblémát erősítik. Az Egri Vízilabdaklub játékosaira emellett fontos mérkőzés vár szombaton, ugyanis a Cetefeger férfi vízilabda csapata Leneuró kupa elődöntőben a Bressa vendége lesz, melynek visszavágóját március 4-én szerdán rendezik a Bicskei Aladáruszodában.